Vasárnap tartották a somlói búcsút. A hagyományoknak megfelelően 4 szentmisét celebráltak a kenytemplomban Sarlós Boldogasszony ünnepén. Szintén a szomszédközségre vonatkozik az a hír, amit az új ember közölt. A Fatimai Szentély kegyszobrának hazai zarándoklata keretében szeptember 12-én hétfőn ér Somlóra a szobor, és akkor mutatják be a templomban. Az Oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár egyhetes tábora tegnap előtt zárult egy vásárral a vár történelmi falai közt. Több mint 50 résztvevője volt a már másodszor megrendezett német és angol nyelvi, valamint újságíró és népművészeti altáboroknak. Legtöbben oroszlányról érkeztek, de akadt szlovákiai résztvevő is. Jövőre már több turnust szeretnének indítani, mivel a Művelődési Központnak túl költséges az egy hétre történő kiköltözés. Az újságíró tábor idén is minden nap elkészítette a gesztesi naplót, amelyben községi témákkal is foglalkoztak. Tegnap a Budapesti Műszaki Egyetem 2 pozsonyi vendéghallgatója és konzulens tanára bemutatták az általuk készített rekonstrukciós és bővítési tervet a várra vonatkozólag. A műegyetem hallgatói minden fél évben kapnak egy tervezési feladatot. Nyuscsin Andrea és Lahita Erzsébet 3 hét alatt készítették el munkájukat. Jó néhány merész gondolat is szerepel a tervekben. Egy 4-szintes szárny építése a dél-délnyugati oldalról teljes üvegfedéssel. Anyagában viszont teljesen újszerű. Tehát újszerű, illesen elhatárolja magát a történelmi épület magtól, nem imitál, nem utánoz, de újszerűsége mellett, mi hiszátítenek, akkor ez bizonyos fokon azért egy attrakciónak kell lenni, hogy ez jelazatok gondolat legyen, de emellett, ha visszahúzódóan is, de újat ad. Itt étterem, konyha és szállodai rész kapna helyet, míg a jelenlegi vár a rekonstrukciók mellett diákszállóként üzemelhetne. A legmerészebb viszont az, hogy a várhegy belsejében egy liftet építenének, ennek bejárata a várétfelől lenne. A konzulens tanár Fóris Zoltán szerint csak a külföldiekre épülő idegenforgalom tarthatja fenn a hazai bakancsos turizmust. Ha ez valaha is elkészülne, bizonyára vonzaná a külföldi vendégeket. És hogy mennyire utopisztikus egy ilyen kb. 100-150 milliós beruházás, arról Hartigen Sándor polgármester azt mondta, hogy 4 évvel ezelőtt szintén ilyen utopisztikusnak nőtt az 50 milliósra duzzadt csatornázás. A hétvégén szombaton és vasárnap környén sörfesztivál lesz. Szombaton énekkarok, táncsoportok és zenekarok szerepelnek. A várgesztesi énekkar is fellép 15 óra 40 perckor. Ezen kívül lesz még autós ügyességi verseny, zenés gyerekműsor, kungfu bemutató, sörivó verseny, kerékpárverseny, ökörsütés, valamint az el nem maradható esti szabadtéri bál.